Az előbb a díjátadón hallottuk azt a mondatot, és nagyon megfogott, hogy tulajdonképpen megismerték Csongrád-Csenád megyét a megyében élők is. Egy kicsit nekem ez azt jelenti, hogy láthatóvá tette a megyét ez a rendezvénysorozat? Én azt gondolom, hogy igen, és egyenlőre egy részét ismerte meg, mert ennek még lenne folytatása is lesz is, és szeretnénk is folytatni. És ahogy sokszor is hangsúlyoztam, hogy az identitás erősítése azért fontos, mert nem elég az infrastruktúrát fejleszteni egy településen vagy egy megyében, hanem a közösséget is erősíteni kell, hogy tudják azt, hogy miért is jó itt ebben a településen élni, vagy ebben a megyében élni. És ez a programsorozat szerintem már kiválóan alkalmas volt, és hát bebizonyított, hogy igen, hiszen jelenleg is nagyon sok polgármester jött el erre a rendezvényre, amíg azt mondom, hogy a Tisza másik oldaláról is, mert fontosnak tartják azt, hogy egymás értékeit megismerjék, akár tanuljanak is egymástól. Ismerve az ön munkásságát, a kommunikációt nagyon fontosnak tartja. Rímel a történet erre? Hogy beszélgessünk egymással és ismerjük meg egymást ezen keresztül? Én azt gondolom, hogy igen, mert a mai digitális világban már pont az emberi kapcsolatok maradnak el. Én szeretek mindig közösségben lenni, és szeretek emberekkel beszélgetni, megismerkedni. Nekem is számos barátom van, én azt gondolom, hogy úgy tudunk egymáson segíteni, hogyha egy igazi közösséget formálunk, és nem csak a telefonon keresztül tartjuk a kapcsolatot, hanem személyesen. De akár üljünk le egymás mellé egy padra beszélgetni, vagy jöjjünk össze egy kisebb baráti közösségben. Én is számos civil szervezetben vagyok tag, néhol tisztségviselő, és ott is látom azt, hogy jó megállni néha egy kicsit, összeülni, beszélgetni kötetlenül, nem az órát figyelni, hogy mikor menjünk és hova menjünk tovább, mi a következő program, hanem egy kicsit lazítani. És ez is fontos, itt a vidéki életmódnak jelentős eleme egyébként is régen is mindig az volt, hogy kiültek az asszonyok, emberek a padra, a házak elé, és ott elbeszélgettek délután, este, a mai világban ez kezd el tűnni, de szerintem nekünk vezetőknek fontos az, hogy ezeket visszahozzuk újra, és a közösségek erősek legyenek, hiszen egy település akkor erős, ha erős a közössége, és egy megye akkor erős, hogy erősek a települései. Nagyon szép dolgokat hoztatok, hát a hagymát ezt mindenképpen látom. Nem tudom, ez igazi hagyma? Igen, igen, ez igazi makói hagyma, makói termelőt hoztuk. Mi az, amit be tudtok mutatni egy ilyen rendezvényen a településetekről? Igyekszünk például a Marosparti divíziókat, ott a Molinón látható a lombkoronás sétány, illetve hoztunk még prospektust a mozi műsorról, mert Makón a hagymaházban most mozi is működik, illetve a hagymatikumról is próbáltunk érdekességeket hozni, meg hoztunk még 20%-os kupont is, amivel olcsóban lehet bemenni a hagymatikumba. Mindjárt érkezik a hagymanó, ő a fürdőnek a kabala állata, ugye a hagymatikumnak. A hagymát próbáltuk meg a gyerekeknek egy mesésebb formába ölteni, és egyébként hagymanónak a története a hagymatikumnak a gyerekvilágában is fel van festve. Tehát ez egy visszatérő motívum Makón, és hozzátartozik a fürdőhöz. Például a fürdőfesztiválon szokott hagymanó táncolni, a programokon részt venni, és a gyerekek nagyon szeretik. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ennyi termék és ennyi helyi termék itt lehet, hisz az identitásunk egyik komoly sarokköve az, hogy mit is eszünk, és azt honnan is esszük. Abból a településről, vagy a közvetlen környezetünkből. Két dolog miatt fontos most már, a Covid is fölhívta rá nagyon komolyan az élelmiszer önrendelkezésre, arról, hogy helyben minél közelebbről tudjuk beszerezni az élelmiszerünket, és ezzel úgymond a szomszédunkat is, vagy a faluban lévőt támogassuk. A másik az, hogy nem vagyunk kitéve annak, hogy vajon mi történik azzal az élelmiszerrel, ameddig odaérkezik hozzánk. A harmadik az, hogy fantasztikus. Gyümölcsből mondják azt, hogy még lehet gyümölcsből szörpöt készíteni, lekvárt készíteni, és lehet húsból, szalonnából, meg egy kis fűszerből, egyéb anyagok nélkül fantasztikus szalámikat, kolbászokat és sonkákat készíteni. Hát erre próbáltuk mi fölhívni a figyelmet. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a menye minden részéről, azokról a településekről, ahol jártunk, 15 település itt van, elhozták a helyi termékeiket, hiszen büszkék rá, hogy vannak még azon a településen olyan emberek, akiknek még a génjeibe ott van, hogy hogyan kell földolgozni az élelmiszert, az hogyan kell eltarthatóvá tenni, és hogyan kell utána értékesíteni a piacot. Ismerjük mi vajon a saját megyénken? Szerintem nem. Szerintem egy picit elmentünk afelé, hogy ott elmegyünk a multiba bevásárolni, ahol mindent odaadnak nekünk, minden kényelmesen ott van, és nem is tudjuk, hogy két házzal odaébb milyen csodák lelhetők föl. Hisz minden település, én hiszem azt, hogy minden település valamilyen szinten képes arra, hogy az alapélelmiszerekből ellássa az ott élőket.
erre kell nagyon nagy figyelmet fordítanunk, és most nagyon nagy segítséget nyújtani nekik, hiszen akkor, amikor ha véletlenül változik a világ, akkor is megfelelő alapélelmiszerhez, és ezt érdemes is elmondani, hogy húsfélékhez, tejtermékekhez, a kenyérfélékhez, és a zöldséghez, gyümölcsökhez, és nem utolsó sorban a jó minőségű vízhez, ha ez megvan, akkor bármit képesek vagyunk túlélni, és bármit képesek vagyunk átvészelni. Sokat gondolkoztam én is rajta, nyilván az ember készít egy összegzést, amikor egy ilyen sorozat végén, hogy mennyire fontos, ami a nevében is foglaltatik, identitás erősítése, ami azt gondolom, hogy tágabb értelemben a nemzetünk szintjén is működik, és hogyha ezt szűkítgetjük, akkor egészen addig fogjuk szűkíteni, hogy a településeink közötti kapcsolattartás szempontjából is az identitásunk meghatározása és az egymás megismerése, annak ellenére, hogy sokszor közel vagyunk egymáshoz, az egy rendkívül fontos dolog. És nyilván az, egymást megismerjük, az az egymás kultúrájának is a megismerése. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az volt, hogy többféle zenei stílus megmutatkozzon. Ennek keretében volt népzene, nyilván nagyon nagy öröm számomra, hogy Szerényi Béla elfogadta a meghívásomat és a saját együttesével és Csongrád-Csanád megyei kötődésű előadókkal érkezett ezekre a koncertekre. Itt volt Savanya Steve is, aki egyébként Kanadában él, és az amerikai népzenét hozta hozzánk úgy ráadásul, hogy azt összekötötte egy kicsit a saját népzenénkkel. Azt gondolom, hogy tényleg kuriózum értékű volt. Volt balkán zene a Balkán Uniónnal, volt blues, volt komoly zene a Nemzeti Filharmonikusokkal, tehát sorolhatnám. Én azt gondolom, hogy egy rendkívül színes program volt, és ilyenkor az ember is rácsodálkozik, hogy a saját területén, a saját lakókörzetében, ha szabad így fogalmazni, és a saját megyében mennyi kiváló előadó van. Ma ti léptek föl mindjárt a színpadon percek múlva. Kikből áll a Balkán Unión, és mit kell rólatok tudni? Mi Balkán Jazz-t játszunk, pontosan azon arcpoetika mentén, amiről eddig is beszéltem, hiszen mi abban hiszünk, hogy úgy tudunk egyedit alkotni, hogyha abba bevonjuk a saját kultúránkat, és a környező hozzánk közeli népek kultúráját, nyilván innen a Balkán gyökere annak a muzsikának, amit játszunk, és mindezt azokkal a könnyű zenei improvizatív elemekkel ötvözzük, amit mi egyébként is szeretünk, és gyerekkorunk óta tanuljuk, és műveljük is. Nagyon komoly nemzetközi elismertségnek örvendő zenekar vagyunk, büszkén mondhatom, hiszen olyan kiválóságokkal játszottunk többek között, mint Adi Meola, Mike Stern, Rani Krizsa, aki Sting zenekarába játszik, és soratlan Fausto Becalossi, olasz harmonika művész, és hogy ezt mind azért is elmondom, mert október 22-én lesz egy fantasztikus koncertünk a Szentesi Tóth József Színház és Vigadóban. Ezúton is sok szeretettel hívok, várok mindenkit oda. És hát most egy szűkített formációban érkeztünk, Tóth Bagi Csaba, a gitáros, énekes, a zenekar vezetője, Márté László, basszusgitáros, és jó magam fogunk fellépni itt a záróprogram keretén belül. Kik kaptak az előbb díjakat? Igazán olyan személyeket tüntettünk ki, vagy adtunk díjat és köszöntünk meg a munkájukat, akik valamennyi rendezvényen szinte mindig segítségünkre voltak, és hát ezt a program sorozatot nélkül nem lehetett volna lebonyolítani, és így számos elismerést tudtunk átadni. Az előbb úgy fogalmazott, hogy lesz folytatás, mikor és hogyan, milyen formában? Mindenképpen lesz, hiszen pályázati forrás is várható erre. Az operatív programot már a megye úgy tervezte, hogy erre is jelentős forrásokat akar majd a társfinanszírozott operatív programból fordítani. Várjuk a minisztériumtól a pályázati felhívásnak a megjelenését, és hát megmondom őszintén, egy jóval nagyobb rendezvénysorozatra készülünk. Hát ez még csak az előszele volt a megye identitásnak, ez a 31 rendezvény. Ha lehetőségünk lesz rá, akkor a következő évben akár 100 rendezvényt is tartsunk, tehát minden településre szeretne megyei önkormányzat eljutni.